Három napon keresztül pattogott a labda a nyíregyházi BEM iskola tornacsarnokában az ötödik alkalommal megrendezett Szabolcs Takarék karácsonykupa kispályás futballtornán. Ezúttal 32 csapat küzdött a győztesnek járó serlegért. A megyebeli együttesek a régió legjobb kispályás csapataival mérhették össze tudásukat. Három megyéből érkeztek, mint ahogy az eddigi négy év szintén, tehát Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből, de örömmel újságolhatom, hogy ettől az évtől kezdve nemzetközévé vált a torna, hiszen a Kotnár Bereg Vidék FC csapata is megtiszteli jelenlétével a rendezvényt, és így nemzetközi lesz. 16 településről jönnek a megye különböző helyeiről, egészen Csengertől Tiszadobig mindenhonnan érkeznek csapatok, de természetesen az Intersport Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság krémje is itt van. Nagyon sok jó csapat nevezett a tornára, kitűnő mérkőzéseket láthatnak a nézők. Én bízom benne, hogy így folytatódik majd ez a torna az elkövetkező években is. A szervező elmondta, hogy a csapatokban nagyon sok olyan futballista játszik, aki korábban nagypályán alkotott maradandót. De olyanra is akadt példa, hogy valakire a kispályás meccseken figyelnek fel a szakemberek. Nagyon sok olyan játékos kerül ki a kispályáról, aki éppen nagypályás csapatban tudja bebizonyítani, hogy mire képes. Annak idején emlékszem még rá, hogy a Városi Stadionban Bagoly Gábor például újfehértói csapat játékosaként ott lett kiszemelve, és úgy járta be gyakorlatilag egész Európát. A tornát a Nyírségkopi csapata nyerte a nyíregyházi, Rada Rally Team és az újfehértói Királygold együttese előtt. A gólkirályi címet a Rada Rally Teames Nagy János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Nyírségkopis Vasas Gergőt, a legjobb játékosnak pedig a Királygoldban szereplő Kis Tamást választották meg a szakemberek.